Sziasztok! Ismét itt vagyunk Péter Kovács műhelyében, és nézzük meg, hogy amit a legutóbbi videóban éppen a barátja kovácsolgatott, az hogy is néz ki ez a Főnix madár. Azt hittem, hogy meghagyja síkban, de úgy látszik, hogy háromdimenziósat készített belőle, és ezeket is nagyon szépen kidomborítottam, mint egy levelet. Ugye kértétek is, hogy mutassuk meg azt is, hogy kell ilyen levelet domborítani. Úgyhogy nézzetek meg, itt is milyen szép domborítások vannak rajta. Ezt ő csinálta egyébként, István? Persze, ő csinálta. Hát én szemszögünkből lehetne szebb. Tehát, most, de hát nyilván ő nem kovács, ő ezt kitalálta. Én máshogy álltam volna neki. Igen? Most nekem ez pontosan, hogy kell, talán máshogy. De neki ez a... Ő így találta ki, akkor így csinálta. És itt van a láda, amit végül is felújítottál most. Hát ő összerűen... Vagy megjavítottál helyesen. Megjavítottam. Miért? Kapott két ilyet, az összefogja a táblákat, aha, meg amivel tudtam, összeragasztottam. Na, három szétszakadó. Most már fizikailag van össze, tehát ha meg is szakad a ragasztás, vagy hajlik, akkor... Most már összetartunk. Nem tud széthullani. Tehát ezt a két S alakú dolgot, ez az volt neked, ilyen... vagy kovácsoltad? Hát nem, én csináltam most ide. Kellett vastagra hagyni, mert ez a pánt nem, tehát vékony, és ez meghajlik a fával. Azért ilyen brutál elős, hogy így ne hajoljon meg. Az tényleg brutál elős. És azt meg innen meg szegecsöket tettél? Igen, hát az így volt. Igen, az így is volt. Így volt annak idején. És ezt te faragtad, vagy ez más munkája? Nem, ez más munkája. Rosszul lett vágva a fa, az erezete, gondolom, vizesen ragasztották, mondom, harmadjára került vissza hozzám, úgyhogy ketté tört. Ja, ez nem a tiéd? Ez valaki? Nem, ez valaki. Ja, értedek, és neked kellett megjavítani. Igen, másnak a szar munkát, nekem kellett megjavítgatni. Ez 7 éve van itt nálam körülbelül, most végre a... 7 éve? 7 éve, igen. Nem sem. De tudod, de másodjára javítom, tehát egyszer már... El lett eltört, meg lett ragasztva. Azért vannak itt ilyen elfúrt furatok, mert meg lett a fa gyalulva, megint összeragasztva, akkor megint összeszegecseltem, és megint eltört. Már hogy a vasalatot, azt te csináltad hozzá egyébként? Az összes, amit itt látunk, füleket meg és mit? Természetesen. Én azt te csináltad. Tehát csak a fa munkát azt nem... Hát az ilyen fafaragok csináltak. Ez is úgy van megcsinálva, hogy ne tudjon tovább menni? Ja, nem. Nem. Meg ez az árszerkezet. Látszik a rés, mert ugye, ahogy össze van ragasztva a fa, mindegyik így meghajlott, ilyen kagylósan látszik is. Így mozog a fa. Szerintem rosszul, nem látom pontosan a szálirány. A szálirányát rosszul van fűrészelve, és meg vizesen is ragasztották, és egyszerűen mozog. Tetszik ez az ár. Mennyország kulcsa.
Na de kész van. De kész van. Most már csak nem fog széthullani megint. Beposzkáztak a citerét. Az a hangszerű. Na szóval, ahol mesteremnél dolgoztam, tanultam, akkor az alkotóházból volt egy kis citera. És legény koromban azt magamhoz vettem, kölcsönkértem, pengergettem. Aztán vissza kellett adni. Ugye ez elmúlt, ez volt 25 éve. És azután megszerettem én a népzenét, sok népzenés buliba voltunk, lettek barátaim, tehát érdekel nagyon a zene, a családban nem volt zenész, sose. És van nekem néhány zenész barátom, mikor mulatozás volt, akkor hegedűvel, meg népzene egyéb hangszereivel nagyokat szórakoztunk. Egyszer voltunk cserépárajára barátomnál borfejtene, és eszembe jutott, hogy milyen jó lenne itt lenne az én volnál, mint a barátom, hogy húzná a fülembe valami jó nótát. De mondom, nem lehet, nem vagyok én, mint egy nagy földes úr, hogy mindig bandával járjak. Így felhívtam Miklóst, még akkor azon nyomban, hogy nekem szerezzen egy citerát valahonnan, sokat jár a Debreceni Zsibogóba, a Zsibibe, hogy van-e ott citer, azt ő szokott látni. De jó lenne, mondom, vennél egy citerát, valami egyszerűt, hogy kipróbáljam, hogy vajon milyen is volt ez annak idején, hogy tudok-e citerázni. Pár hét múlva hívott is, és ez az első citerám igazából. Ez egy téglási féle citera, és gyerek tanuló citera, de nagyon jó hangja van, kitűnő hangú citera, és ezen kezdtem a... a pályafutást. Próbálgattam hang után mentem, tehát hogy keresgéltem a hangokat a hallásom után, meg amikor találkoztam a Miklós barátommal, akkor ő kiigazgatott ebbe abba, de nem volt egy intenzív tanfolyam, ez csak mikor éppen összefutottunk. Aztán hát venni is lehetne citerát, egy komolyabbat, néztem hirdetéseket, voltam is, vagy két helyen, de nagyon gagyi, nagyon rossz citerák voltak. Van még egy citerás barátom, akinél meg rengeteg rossz citerát is láttam. Ő utcazenélt Svájcba, hordta ki a citerákat, ilyet-olyat, sok volt nagyon sok jó citerája, és nagyon sok, amin volt valami hiba, meg volt rossz citera is. Igazából a rossz citerákon tanultam meg, hogy mire kell vigyázni. Addig meddig kerülgettem a dolgot, igen, ez volt az első, aztán egyszer pont a Molnár Miki barátommal voltunk a Zsibogóba, ez meg 5000, ez is 5000 forint volt, és ez is 5000 forint. Olyan drága volt abban az időben? Drága. Ez mikor? Hát ez vagy 6 éve. Ja, ez nem volt drága, mert egyébként egy igazi jó mestercitara 50-60-80-100 ezer forint. Azt a minden. De ahhoz képest ez egy kitűnő jó hangú citara, ez meg egy debreceni kis maszek citara, hamis volt rettenetesen. Le volt feketedve az egész, egy cigányasszonytól vettem. És ez, rosszak voltak a hangoló kulcsok. Igen. Vagy lányunk, azt nem is cseréltem, nem ez az eredeti. A fogólapon nem volt fogólapja, hanem egyenesen ebbe a fába volt beleütve a bund. És ez volt az első, aminek a
a menzúráját javítottam, ezt úgy hívják, hogy menzúra. Uh-huh. És sikeresen úgymond megjavítottam, mert a hamis hangja az elmúlt. A kicsit olyan doboz rádió hangja az nem volt elettől. De egy használható jó kis citera lett, úgymond. És akkor itt kaptam vérszemet, hogy lehet nem is akarok én nagyon citerázni. Most vegyek egy 80-100 ezer forintos citerát. De szerszámaim majd vannak a műhelyben, és a Miklós barátomtól kértem egy, ez volt az első citera, amit gyártottam, egy ilyen téglási citerát, ilyen kis hasas citerát, én lemásolni. De nem úgy másoltam le, hogy szolgáljam mindent, hanem nagyon fontos a méreteket, a paramétereket kellett figyelembe venni. És akkor ez így indult el a citera készítés, ez egy kis prim citera. Ez nincs behangolva. De be is kéne hangolni, hogy halljuk a hangját az első citerának. Mit használsz ez a hangoláshoz? Azt látom, hogy ez már modern technikát használ. Modern technikát, egy hangolót használok, de ezt használom, mikor a menzúráját kiosztom. Uh-huh. Kiszerkeztem, hogy hova kerüljenek a hangok. Ez egy G-s citera. Készüljük, úgy látom, felismeri, hogy éppen milyen húrt pengetsz. Igen. Hát azt nem ismeri fel, hát a hallja a hangot, és akkor állítja, hogy húzom fel a húrt, akkor ő mindig méri, és ott addig húzom fel, amíg helyes értéke. Ez nem gondolom, hogy ez nem külön citerához való hangoló, hanem ez máshoz is jó, ugye? Ez mindenhez jó, be lehet állítani a hercet, a 440 hercet, és a C-nek a helyét, hogy mihez hangolunk. Ja, uh-huh. Meg egy csomó mindent tud, amit én alig használok. Uh-huh. Nem vagyok nagy zenész. Drága egy ilyen hangolókészülő? Hát ez az Aldiba volt, azt hiszem, valami 4000 forint. Igen? Az tök olcsó. Érdekes, a hétvégén volt felhangolva, de hogy fenn volt a tetőtérben a hidegben. Elhangolódott? Idő, a hőmérséklet változás nem használ az ilyen. Meg nem tudom, hogy mennyire fontos a páratartalom, mint a zongoráknál. Az is fontos. Ez a húr, ez nagyon laza, gyenge vár, ezt ki kell majd cserélni, ezt a basszus húr. Elrontom. Mit rontasz? Félre nyúltam. Az a helyzet, itt nincs olyan jó hangja. Azon az asztalon szoktam játszani, ott jobb hangja van. Na szóval ez volt az első citera, itt aztán elszabadultak a dolgok, hogy hát ez megy ez. Egyébként jó hangja lett, más elmondása szerint is jó hangja lett a citerának. Vannak itt egy kis problémák, például a húrok, egyiket innen tekertem, másikat onnan. Nem jól mértem ki a húrszegeket. Uh-huh. Tehát ez is fontos, hogy ahogy ki kell szerkeszteni, hogy fusson, és akkor mindegy irányba kelljen csavarni. Így most figyelni kell, melyik irányba csavarom a... Tehát ilyen kezdő hibák előfordulnak. De a második citerát nem ott már figyeltél? Azt hiszem, ott figyeltem, ott egész jó, a harmadiknál meg megint elrontottam. A harmadiknál megint elrontottam. Hány citerád van most akkor? 5 citerád? Akkor 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. 4, 5. Ez volt a következő.
Ez egy nagy gay citera. Nagy tenor citera. De nem tudom milyen hangja van. Egy viszonylag be is van hangolva. Ez így sikerült. Ennek egy problémája lett, megrepett a alapja egyszer. Egyszer leesett. Lehet, hogy az tett be neki. Megragasztottam, itt van egy vékony repedés a alapján, ami nagyon fontos dolog, hogy ez jól szóljon. Ez adja a rezgést. Az anyagát tekintve ezek a tőkék mindegyiknek körtefából van. Vagy ez cseresznye? Azt hiszem, ez cseresznye. Ezek körtefák. Hátul a kert végében van egy több száz éves körtefa, annak szakadt le egy ága ezelőtt 15 éve, mikor ide jöttünk. Azt hazahúztam, és abból van. A fa még él, csak annak az ágából ez kifaragva. A lapja az lucfenyő, az meg régi bontott parasztházaknak a sárdeszkájából lett. Mi az, hogy száraz legyen az anyag? Száraz legyen, meg olyan a erezete. Sűrű. Tehát régen figyeltek rá arra, hogy szájirányba vágták meg. Egyben. Igen. Meg a Tiszán úsztatott fának azért tudjuk, hogy nagyon jól tett a fa minőségének. Itt látszanak még a szegnyomok. Azt nem tudtam kigazdálkodni onnan. Az egy régi szegedesnek a nyoma. De ott a bogár rágta meg. Viszont az erezete szép meg jó, úgyhogy azt nem... Ezek nem olyan nagy problémák számomra. Tehát akkor ez nem is olyan nagyon régi hobbi, mert hogyha azt mondod, hogy 6 éve vetted az elsőt, akkor... Hát körülbelül igen, nem tudom pontosan, de nem régi dolog ez. Hát többet kellene citerázni, meg bandába járni. Nyilván mindenre nincs idő. Ez a magam szórakoztatására, de hogyha így barátok összejövünk, azért szoktunk zenélgetni. Igen, Szöszi barátod, ő gitározik. Ő gitározik, a Attila, igen. A Szöszi... Kislányod meg dobolni szeretne. Kislányom dobol, hétvégén volt egy nagy buli fent, úgyhogy kipróbáltuk a hangszereket. Miért pont a citera? Ennek tetszett meg a hangja? Vagy? Egyszerű hangszer. Mondom, nincsenek zenész képzettségeim. Azt tudom, hogy a hangokat kikeresgettem rajta. Egyszerű paraszti hangszer, készíteni is könnyebb azért, mint egy gitárt. Van egy barátom, aki készített gitárokat, egész jókat, de azért hegedű gitár azért más kategória. De a citerán is nagyon jó dolgokat elő lehet adni, és nagyon, nagyon szép hangja tud lenni. Ezért meg könnyű rajta megtanulni játszani. Sikerélmény. De jól játszani viszont nem olyan könnyű. Vannak citerások, akik igen, különleges módon játszanak. De te kottából nem is játszod akkor? Nem nagyon ismerem. Hát tanultam, mert jártam én gitározni legényke koromban. Egy kicsit akkor ment a kottó olvasás, amit jól elfelejtettem. De ezt én hallásból tanulom.
És teljesen autodidakta módon, ahogy elnézem. Hát körülbelül. Mondom, azért kérdezgettem én a Miklós barátomat, aki képzett zenész, igazgatott, tanácsot adott, de ritka, amikor erre alkalom kerül, hogy... Tehát ez az egyik hobbid, akkor ezt most megismerhettünk. Most lenne, igen, ezt már régóta beszéltünk erről, ez az egyik hobbi. Mindig karácsony két ünnep között, ilyenkor szoktam citerát készíteni. De terve van még, tehát szeretném. Igen? Persze. Mert van valami, amit még máshogy készítenél, vagy csak azért, hogy több legyen? Van olyan, ami belső fejes citera, aminek a basszus húrjai túlérnek mélyebb a basszusa. Olyan még nincs. Miért ne? Meg azért a hibákat kiküszöbölni, hogy tapasztal az ember. Ennél a citeránál például hihetetlen, de ez nagyon jól tartja a hangját. Nem hangolódik el, nem is tudom miért nem. Mikor a lapja belibbent, sajnos kicsit alámérleteztem a vastagságokat, sőt ez a citera meg is hajlott így. Igen, a húrok elhúzhatják. Elhúzzák, de egyébként most is van benne egy hajlás még mindig ebből az irányból. Talán lett méretezve. Kicsit vastagabb húrokból kell készíteni, bár a hangja az megkitűnő. És húrokat be lehet még szerezni? Vagy ezek citera húrok külön? Lehet kapni citera húrt, igen. Még szerencs, hogy lehet kapni. Ezek meg gitár basszus húrok. Aha. Mit mondjak még róluk? Ennyi terve van, még készül. Készül még.